Extrém BMX bemutatót nézhettek meg a kakasdiak szombat délelőtt a Bringára fel szemléletformáló program keretein belül. A rendezvény célja az volt, hogy a nemrégiben átadott kakas szép tölgyes kerékpárutat népszerűsítsék, illetve felhívják a figyelmet a felelős közlekedésre. A település lakosainak régi vágya volt, hogy biztonságosan közlekedhessenek a kétkerekűekkel egészen szép tölgyesig. Szeretnénk, hogyha együttműködőek lennek a kerékpárosok a többi közlekedővel, és viszont, tehát akár a autósok, motorosok, a gyalogosok ugyanúgy figyeljenek a kerékpárosokra, biztonságosan tudjanak közlekedni balesetmentesen. Igazából ez a szemléletformálás ezt szolgálja, valamint azt, hogy Kakasdon eddig nem volt kerékpáros út, és fölhívjuk a figyelmet, hogy ezen például nem szabad közlekedni motorral, autóval. A rendezvényen nem csak az extrém sport bemutatót nézhették meg az érdeklődők, hanem egy közös biciklizésen is részt vehettek az új kerékpárúton, de számos más érdekes programmal is készültek a szervezők a lakosoknak. Lehet részt venni különböző programokon, aki kedvet kap, például egészséges életmód szűrése, felvilágosítás történik, gyümölcsöt kapnak ajándékban résztvevők, feladatlapot lehet kitölteni az elhangzottakkal kapcsolatban, amit én most itt elmondtam, időfutomat tervezünk, szervezünk nyereményekkel, valamint az ott kitermelt fákból rönkök készültek, és ezeknek a díszítését szeretnénk megvalósítani. A terület és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően közel 2 kilométeres biztonságos bicikliúton kerekezhetnek ezután a kakasdi lakosok.